ombudsman úr? Az összes diáknak a kurva anyját! Okos mobil! Ők lennének ilyen okosak, mint az a kurva mobil! Hát ismét találkozunk, jól. Ombudsman úr? Milyen statisztika ez? Okosabb a mobil, mint a gyerek! Ezek szerint nem javult a helyzet. Tehát nem tudja, hogy nyugdíjba megy. Na, azt megnézem, ombudsman úr. És ne basszom meg az ideg! Nyomkodj azt a kurva képernyőt! Megfogtam azt a szart, hozzábasztam a fölt, aztán kibasztam! De az érték, uram! Kussoljál, a tanulás az érték! Majd amikor az utcán lesz hajléktalan, megnézem, mit fog nyomogatni! Nem lesz már akkor a nyuci! Ez te volt? Ti beszarok! Elegem van belőletek is, elég! Mi lenne, hogyha egy kicsit nyugodtabban venni ezt? Úgy ver a szívem, mint a kurva élet! Én már kikapcsoltam, uram. Írjál már neki vissza, bazd meg, mert ha én fogok, akkor baj lesz! Undorító ez a generáció! Hogy lehet ilyen undorító csengőagot berakni? Inkább vegyed fel! Szia, anya, most nem alkalmas. 3 nap múlva Hitler nyugdíjba van. Az igazgató még nem fogja visszavenni. Nem lehetne mától? Ezt a pár napot muszáj kibírniuk, hölgyem. De mi van, ha mégis visszajön? Nem fog. A betegsége miatt biztos nem. Nincs olyan betegség, ami kifogna rajta. Higgy el, ez kifog rajta, hölgyem. Fantasztikus zenét rakott be Kálmán, úgy bizony. Megmondom őszintén, szarás közben szoktam ezt hallgatni. Ellazítja a kis beleimet, most valami pörgősebbre vágyom. Slipknot! Bocsánat, nem tudom, hogy kell kiejteni. Slipknot. Hát jobb, mint ez a kaja. Nem eszem 2 percet, de már a szarás kerülget. Tudom, hogy meg a főzni, drágám, de ez kurva szar, lehet utoljára akkor ettem ilyen fost, amikor kukáztunk még. Lehettem vagy 12 éves. Akkoriban édesanyám miatt kényszerültünk erre. Ahhoz képest azt kell, hogy mondjam, uram, a maga karriere kiváló lesz. Így van, Endre, és oly messze van még a vége, rengeteg tervem van a jövőre nézve. Egyszer a diákok meg fogják köszönni a munkásságom. Jó, persze, hogy öregszem, úgy hűlök meg én is, de jó lesz az. József megint írt egy dolgozatot, erre nagyon kíváncsi vagyok, ha tudnátok mennyire. Igen, a József Y-nal, de most hozzácsapott 2 Q betűt is. Na akkor nézzük tovább. Hát ez mi a részcsővel baszott kurva élet akar lenni, baszd meg! Nem volt net és nem tudtam utána nézni. Én csak azt a kurva Pál utcai fiúkat kértem elolvasni, baszd meg! Lehet, hogy ki akarta egészíteni, tanár úr. Kérdés, ki a főszereplő? Erre a választ nem tudom, nincs UPC! Hát az én kurva anyámat, bassza meg a UPC, az összes Józsefet, bassz meg! Még egy József is, gyagyagyagyagyagyagyagyagyá! Mi a UPC telefonszáma? Fölhívom őket, bassz meg, de azt nem emlegetik meg! Betartsd azt a kurva UPC-t! Persze, uram, épp az a várakozó zene szól. Ah, faszom, add csak ide! Bár csak mindenhol ilyen várakozó zene lenne, bassza meg! Jó piszi. Bassza meg, minek vette föl? Tök jó volt ez a zene a rohadt életbe! Elnézést, legközelebb egy óráig váratjuk. Arra lennék kíváncsi, hogy tegnap mi az anyjuk picsájáért nem volt szolgáltatás a mindenségit! Várjon, mindjárt mondom, adjon egy kifogás papírt. Mondd a nevem, Ribanc, ez az paskolj tovább! Hülye, ez nem jó, hagyd majd másikat! Anyátok, pillanat, technikai problémákkal küzdünk. Szóval, anyám nem engedette sehova, hát ezek hülyék. Adjatok meg normális kifogás papírt! Mi az anyjuk valagát szórakoznak velem, én vagyok Hitler tanár úr, he? Bocsánat, de ezek buzik. Nem érdekel, hogy ki buzi és ki nem, bemegyek és még az anyjukat is megbuktatom! Nyugodtan foglaljon helyet, Mihály! Tudom, hogy a nyugdíjazásom miatt keresett meg. De azt előre kijelentem, hogy én nem fogok nyugdíjba menni. Csak hogy ez nem így működik, tanár úr, mennie kell. A betegségét is figyelembe kell vennie. Aki vizsgált orvos idejárt és meg is buktattam. Higgyen nekem, nem szabad engedni, hogy más szabja meg, meddig élhet igazán. Jöjjön, nyugodtan, kedves! Ő a kutyám, Alfred! Ez meg a ti diád, de nem kell vele foglalkoznod, Alfred! Ügyülő, pityülő, pityülő, mondom, pityülő a kurva anyád! Még kis nevelésre szorul a kutyus! Se baj! Akkor itt kell majd tanulni a drágám!
itt foglaljon helyet, kérem! Éhezze magát otthon, kedvesem! A laptopom egy kalap szar, de majd bemegyek a MediaMarktba, aztán buktatok mindenkit! Olyan finkszag van, nem zavarja, kedves? Nem, köszönöm. Milyen illedelmes, ez tetszik? Megkérhetem, hogy addig maradjon csöndben. Köszönöm, mert én csak itt tudok tanulni. Ezzel meg mi a kurva anyját kezdjek? Ja, bocsánat, csöndben maradok. De azért a faszom ki van! Az 56-os forradalom 1914-ben kezdődött. Legalábbis András szerint. A World Trade Center-i terror támadás pedig 911-ben. 20. hó 1-én. Ez az András... Tessék? Jó van, bocsánat, csak úgy fölbasztak ezek, ne tudja meg, hölgyem. Amerika felfedezése Neil Armstronghoz köthető 1969-ben. Mi a baj? Semmi. Csak már értem, hogy miért ilyen őrült. Szóval, Aladár, melyik is a fővárosunk? Fú, azt hiszem, hogy... várjunk... most vagy ez itt, vagy az... Én nem tudom, hallja, komolyan, nem vagyok tisztában ezekkel, de... Lehet, hogy a picsám tudja, nem tudom, komolyan, ez mert ez olyan nagy, kérlek, nem tudom. Nem haragszom magára, Aladár egyes? Jövő hétre megtanulja, vagy bukott? Uram... jövő héten maga... Maga... Jövő héten már... Maga nyugdíjban lesz, tanár úr, jövő héten más tanárunk lesz. Sztálin tanár úr veszi át a helyét. Ilyen pontosan tudjátok, hogy megyek abba a kibaszott kurva nyugdíjba? Te mit vigyorogsz, te kis kurva? Mit vigyorogsz, te kurva? Mégis mit képzelsz magadról, kint vigyorogsz? Ne hiába nézed az órát, még nem fognak kicsöngetni, bazd meg! Mindenki itt marad ebbe a kibaszott terembe, amíg nem megyek nyugdíjba! Nem lesz itt lépecolás meg a kutya fasza! Engedjen el minket! Az engedjen, mióta Elipszilon pontos jé, bazd meg! De uram, azért néha látogassa meg, tökre fog hiányozni nekünk, tanár úr! Persze, Endre, majd benézek az öregek otthonából, te kurva! Jé, fasz fej! Add már oda azt a kurva gyógyszeremet! Hé, nyertem, gecik! Megbuktassalak, te vén szar! Egyes, kurva galambok! Ezek nem galambok. Kus! Bassza meg, mindjárt nyugdíjba megyek! 45 év ledolgozott év! És kibasszák a szememet 86 ezer forintos nyugdíjjal! A tanításnak szenteltem fel az életem, és mi a hála a diákok tiszteletlenek! Pedig én... csak mutatom a jó irányt! Ez melyik kis kurva volt? Jó napot kívánok! Jó napot! Örülök, hogy láthatom, tanár úr! Nem tudom, hogy mit akar igazgató úr, de gyorsan fejtse ki! Mindjárt kezdődik a Szulajmán a tévébe! Én csak azért jöttem, hogy elbúcsúzzak magától, tanár úr, mert úgy hiszem, már nem fogunk találkozni. Vigyázzon magára, tanár úr! Kurvára megfáztam igazgató úr, emiatt kicsit nyűgös velük, hogy valami normálisat mondjon! Mindig magát képzeltem el az igazgatói poszton, mindig is úgy tiszteltem magát, és hát... Na jó, nyűjjön le a falagára, és legközelebb, hogyha az irodámban jön, mossa meg a fogát, mert kurva büdös! Bocsánat, arra gondoltam, hogy... erre az egy napra, amíg itt van, maga lehetne az igazgató. Hát köszönöm a kinevezést, Tamás! Méltó vezetője leszek az iskolának, viszont van egy apró probléma! Ki van rúgva, miért nem előbb nevezett ki? Úgyhogy mehet a közmunkára levelet szedegetni! Jó napot! A tesi tanár vagyok. Na, ex-igazgató! Szedje a cuccait, a fizetését majd küldjük! Na mit óhajt, tesi tanár? Felike, az Istenért nem akarja csinálni a bukfenceket. Pedig rászóltam már szépen és csúnyán is. Nem értem, miért nem bassza hátba egy szívlapáttal? Hát... oda kell baszni nekik! Mi legyen már fasz, tesi tanár! A kurva életbe! Futtassa a rossz fiúkat egész órán, és akik nem bírják, vagy megállnak! Megostorozza! Maga is egy fasz, hogy eddig nem ezt csinált, oda kell baszni az asztalra! Fussál, baszd meg, kurva anyád! Én mindig is Miley Cyrus munkásságát tartottam nagyra! Jól van, semmi baj.
Minden 16 éves gyerek így kezdi maga, és még csak annyi, úgyhogy reménykedem. Én 20 vagyok és Justin Bieber-t szeretek, most mi van? Az, hogyha még egyszer kimondod a nevét, szétbaszom a fejedet! Hadd mutassak itt One Direction számot, egyből megnyugszol! Sőt, akkor majd szerenakom ezt össze! Kossolj el már be, baszik, miről beszélsz, normális vagy ember? Zámbó Jimmy nóták az igaziak! Gyere, sírja valamon a kurva anyád! Meg a Modern Talking, a Sherry Sherry Lady, bazd meg! Gyere, menjünk szerenát hallgatni, nem bírom ezt. Jó napot, tanár úr, tanultunk a földrajzórára, hogy megbeszéltünk mindent, faszán mindentől le tudok vezetni magának. Feri megfordítja a térképet, aztán csapatom is. Aha. Oké. Azt mondom, ez itt egy piros csík, ami mutat valami kék izére. Hát most meg nem mondom, mi a faszom ez, de ott is van egy pár piros csík. Ott is, ott kettő. Azt úgy, azt hiszem ennyi. És az ott az ujjam mellett? Az egy másik piros csík, uram. Gyerekek, én úgy bevasztam, halljátok. Akartam is kérdezni, uram. Szerintem ne gondolkodjon sokat. Írjon be ide egy ötöst, azt jól van. Hú, basszem, egy nagyon szarul néz ki, hozzunk egy vödröt. Bazd meg, hívjunk már egy mentőt, nézd már. Lerem ezt, elintézem már. Tamár úr, írja be nyugodtan ezt az ötöst, én nagyon örülnék neki, szerintem a szüleim is odáig lennének. Megittam egy üveg tablettást, bazd. Fú, de kurva anyját, milyen kibaszott finom volt. Hé, hey, gyerekek, mi történik itt? Lógok az iskolából, amit gondol? Lógtok. Ja tényleg, ma van Hitler tanár utolsó napja. Ezt az egy napot nem bírtátok volna ki? Illendő volna elköszönni attól, aki megnevelt benneteket. Elköszönni tőle? Ismeri őt egyáltalán? Még szép, ő tanított engem is. És maga hogy végezte el az iskolát? 20 éves létemre még mindig hatodikos vagyok. Köszönjetek el. Többet úgy se látjátok, ennyit megérdemel. Még meg tud buktatni. Akkor ne menjetek be! Most, hogy Hitler nem lesz, mihez kezdetek magatokkal egyébként? Ha lógtok, mi lesz veletek? Én végre élhetek a vágyaimnak és ribanc lehetek Facebookon! Ja értem, a sok like! Milyen jó lesz aztán, hogy mehetsz kurválkodni a Tesco parkolóba, arra a sarokra is! Azt a 30 évesen egy konténerbe végzed! Anyukám 34! És te mennyi vagy? Most múlt 23 januárban. Hát én összeszarom magam, milyen jó kis családi vállalkozás, bassza meg! De belőletek még lehet valami, köszönjetek el Hitlertől, ő mutatta meg a fényt a sötétségben! Milyen sötétség, hisz tök világos van. Te hogy is szakadik? Hát mi a kurva anyádról beszélsz, bazzeg? Ilyenek akartok lenni? Nem akarok ilyen lenni. Na végre valaki. Ja, igazából van, menjünk, köszönjük el tőle. Hát a tanár urá, kérem, ha most megy nyugdíjba, hát ne feleltessen már, kérem, nem tanultam semmit sem, most az egyszer kegyelmezzem meg. Egy szót se kell szólnod, egyes. Ki lesz a következő? Ki mondja meg végre, hány óceánunk van? Én tudom, uram. De az utolsó napja, tanár úr. Az utolsó napom, de az nem azt jelenti, hogy nem adok senkinek se egyest. Ezt fejezzétek be, mert korva módunom már. Meg van fázva, tanár úr. Meg vagyok egy kicsit, így van, de most már mondják már végre, hány kibaszott óceánunk van ezen a kurva földön. Tehát ő azt mondja, van a csendes óceán, meg a hangos óceán, meg a mérséket hangú óceán, azt hiszem. Idióta! Valaki most már mondja meg, mert idegfingot fogok kapni. Én tudom, tanár úr, biztos vagyok benne, hogy az egyik az Atlanti óceán. És mi a másik kettőtek, kopasz kurva? Nem tudom, baszki, elfelejtettem. Hát én telefingom a WC-t, mi az, hogy elfelejtetted? Atlanti! Csendes óceán és az a baszott indiai kurva! Igyatok, geci buliba! Igyatok! Végre megszabadultunk Hitlertől! Gyertek, menjünk pihenni! Vagy igen! Ha még egyet iszok, megnézhetem magamat anyámék előtt, ott van, az is biztos, öcsém. Így át csak, Csányi, figyelj ide. Szeretlek, Geci. Rohadjak el, nekem hiányozni fog Hitler, gomolyan, tiszta izé. Téged tényleg átengedett Hitler, Jenő? Há? Hát bazd meg, de csak azért, mert szerintem anyámat kurogatta 16 éve, aztán tudjátok, hogy vele szerintem megesett rögtem a szíve. 16? Még hogy nem tudt ki az apád? Az apja, hát kurva vagy, ezt jól tudod? Most már mehetnének a faszba innen! Sose fogom megérteni, hogy lehet ilyen zenére bulizni! Addig jó, amíg kultúráltan teszik ezt a mellett. Leszartam az ének tanár kocsijára! Na jó, van meg problémák, de legalább tudjuk, hogy szeretik magát. Végre elment ez a fasztos fasz! Mondja, hogy éli ezt meg Hitler tanár, hogy 40 ledolgozott év után egyszer csak... nyugdíjba kell mennie és vége. Az a helyzet, Mihály, hogy csak az utóbbi napukban volt időm ebbe belegondolni.
És nem mondhatnám, hogy jó érzések fogtak el, mert ez az életem. Persze a sok diák magyarázza, hogy aj, végre elment ez a vén fasz, de majd amikor elérnek valamit az életükben, rájönnek, hogy igen, az a bajszos kurva tanított, ő mutatta meg a helyes utat, bassza meg! Ugyanez vonatkozik azokra is, akik semmit se fognak elérni. Leesik nekik, hogy jé, talán tényleg nem azt a kurva androidot kellett volna nyomogatnom, inkább figyeltem volna a tanárra! Szóval Mihály, kurva szar érzés! Égönnel, tanár úr. Olvasd több könyvet, mert hülye vagy, fiam! Ha nem lenne beteg, visszajönne? Természetesen, de itt sajnos csak nyugdíjba megyek. Uram, ez a kis csávó lógott az iskolából. De visszajött, mert azt mondta, nem akar megbukni. Remek ember leszel. De azért a lógásért még befirkantam utoljára ezt az egyest. Utálom, hogy olyat kell elfogadnom, amit nem akarok. Nem tudom, ki írja odafönt a sorskönyveket, de korrepetálásra szorul. Kis kecseg. Jössz még egy János vitézzel? Vigyázzon magára, tanár úr. Ezt sokak nevében mondom. Én csak annyit mondanék, amennyit az udvaron is mondtam. Akiről rosszat hallok, gyerekek, azt mind megbuktatom. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, illetve szeretnél még ilyet látni, iratkozz fel.